Dőljenek hátra! Öveket becsatolni! Motort beindítani! Rohamjárőrök! Rendőrség! A bűn elleni küzdelem élharcosai! Be a kocsiba! Sebesség! 210 km/h! Technológia! És képzettség! Gyerekántó! Gyerekántó, kerest! Gyors kocsik az utakon, helikopter és négylábú segítség. Jöjjön vissza! Ők Lincolnshire legjobb rendőrei. Rohamjárőrök. A mai részben szörnyű ébresztő rohamjárőr módra. Rendőrség! Ne mozduljanak! Miért állítja meg Brian a sofőrt? Veszélyes. Vigye be a suliba a gyerekét, aztán beszélünk. És mi akasztja ki Barryt? Vége a játéknak. Hosszú időn betelt kideríteni, de ennyi volt. Felfogta? A taktikai támogató egység a rohamjárőrök különleges egysége. Mindenre ki vannak képezve, a belvárosi randalírozóktól kezdve a drograzziákig. Reggel van. Arra készülnek, hogy különleges ébresztőben részesítsék Lincoln egyik újabb feltételezett drogdílerét. Az egységet Sean Brennan vezeti. 23 év szolgálat, korábbi foglalkozása tengerészgyalogos. Legkevésbé kedvelt étele a kuszkusz. Az egykori tengerészgyalogos már több mint 20 éve rohamjárőr, és egy lépés sem tesz a svájci bicskája nélkül. Drograziára megyünk a város egyik új háztömbjébe. Második emelet. Hatan vagyunk. Valószínűleg többen laknak ott. Nem először ütünk rajtuk, és nem tudom, hogy számítanak-e ránk vagy sem, de majd meglátjuk. A rohamjárőrök nem veszik félvárról a munkájukat. Van náluk minden, az 50 ezer voltos lézeres sokkolótól kezdve a teljes testre kiterjedő védelemig. Természetesen itt a nagy piros kulcs is, amivel egy szemvillanás alatt átjutnak az ajtón. A munkájukhoz mindez elengedhetetlen. De attól még nem lesz sétagalopp, mert a rossz fiúk dörzsöltek és tisztességtelenek. Nem tudjuk, mi vár ránk, ha betörjük az ajtót. Az informátor szerint baseball ütőjük van, sőt, még az is lehet, hogy elbarikádozták az ajtót. Nem tudjuk, majd meglátjuk. Nem kell sokáig várniuk rá. Habár már a lakcímhez közelednek, új és aggasztó információra derül fény. A férfi, akiről szó van, nagyon erőszakos, és a bejárati ajtó mellett tart egy cukros forróvizes keveréket, hogy ráöntse bárkire, akire kedve tartja. Vigyáznunk kell. Ha forrásban lévő vízhez cukrot adunk, a massza a bőrhöz tapad, és égési sérüléseket okoz. Ezt gyakran alkalmazzák börtöntámadások esetén, ahol napalmnak nevezik, az égés hasonlósága miatt. Ha a gyanúsítottnál fegyver van, akkor Eric McLejohn rögtön tűzvonalba kerülhet. A piros kulcsot használni fogjuk, ha kell. Hogy betörjük az ajtót? Közel járunk. Vettem. Ilyen razziáknál a meglepetés ereje a legfontosabb. Ahogy megérkeznek, gyorsan kiszállnak és mennek fel. Mindenki a helyén. Eric finoman beveri az ajtót. Rendőrség! Ne mozduljanak! Egy lépés se! Van valaki a hálóban. Villanyt! A nagy piros kulcs megint működött. Ahogy az ajtó kiesik a tokból, a csapat villámgyors, mint Usain Bolt 100-on. Csak semmi hirtelen mozdulat.
A gyanúsítottnak ideje sincs kikelni az ágyból. Fehér poros csomagokat találnak a lakásban, vélhetően drog. Itt is van. De a gyanúsított azt állítja, más nem fognak találni. Ez minden, más nincs. Én csak használom a szert, nem árulom. Kokainozom, na és... Bevallotta, hogy drogozik. A bizonyítékok arra utalnak, hogy talán igazat mond. A piros kulcs elbánt az ajtóval. Habár nem volt forrásban lévő cukros víz vagy más fegyver, az informátor nem sokat tévedett. Nagyon úgy tűnik, hogy ezekkel a gerendákkal barikádozza el az ajtót. Ha a barikád ott lett volna, a rohamjárőrök gondban lettek volna. Nehéz lett volna így betörni. Előbb bontottuk volna ki a falat, mint hogy beverjük az ajtót. Átkutatják a lakást. Közben váratlan vendég érkezik. Azt mondják, csomag jött magának. Nem írhatom alá maga helyett. Jöjjön az ajtóhoz. Jó reggelt. Úgy tűnik, a futár nem számított bilincsre és rohamjárőrökre. Köszönöm. Segítesz? Persze. Köszönöm. Máskor kint hagyod az út szélén. A gyanúsított viccelődik, hogy drogot hoztak neki. De annak már nem örül, amit a rendőrök találnak. Lefoglaltunk több adag fehér port. A csomagokat felbontották, de maradt még bennük annyi, hogy a labor kiderítse, milyen anyagról van szó. Szerintünk kábítószer. Ezen kívül még jó néhány olyan zacskót is találtunk, amiben amfetamin volt. A talált bizonyítékokkal sikeres volt a razzia. Rendőrség! Ne mozduljanak! Egy lépés se! Azonban a kék zsákban, amit a futár hozott, csak a gyanúsított új ruhái voltak. Szerda reggel van, mindjárt 9 óra Lincolnban. A gyerekek úton vannak az iskolába. A reggeli csúcsforgalom az egyik legveszélyesebb időszak. 2012-ben 33-16 év alatti gyalogos vagy biciklis veszítette életét iskolába menet. Ma Brian Conville egy jelöletlen Skoda Octaviában járőrözik a város szélén. És már is kiszúrt egy rohanásban lévő autóst. Az előttünk lévő kis zöld járművet a lakótelep óta követjük. Nagyon rámegy az előtte haladó autóra. Elég nagy a köd, rosszak a látási viszonyok, de tudni lehet, hogy milyen sebességgel megy. Úgy tűnik, hogy még inkább beletapos a gázba. Pillanatokon belül 110 kilométeres sebességre kapcsol. Ilyen utakon a megengedett maximális sebesség 95 km per óra. Ezt jelentősen túllépi. Ismeri az utat, tudja, hol kell fékezni. Akár ismeri az utat, akár nem, úgy csúszkál az úton, mintha a Dodge-en pályán lenne. Túl gyorsan hajt. Áthajtott a szembejövő sávba. Nem tudom, hogy mit akar. El kell beszélgetnem vele. Most 95-re csökken a sebessége, megy a suli felé. Ahogy az 50 kilométeres zónába ér, még mindig majdnem a duplájával megy. De mielőtt Brian bekapcsolná a villogót és a szirénát, 80-nal megy, alakul. A sofőr megáll. Egy iskola előtt. A járőr eleget látott. Mivel a kocsi a műszerfali kamerája rögzítette a sofőr veszélyes közlekedését, megvan a szükséges bizonyíték. Vigye be a gyereket a suliba, aztán elbeszélgetünk. Rendben. 80-nal száguldott az úton, a gyerekével a kocsiban, amikor 50 km per óra a sebességhatár. Veszélyes. Kísérje be a gyerekét, aztán elbeszélgetünk. Jó. Gyors hajtás és a szemközti sávba sodródás általában csak hajszában menekülő tettesnél fordul elő. Ők viszont az iskolába siettek. A magáé a kocsi? Igen.
Ilyen sebességgel. Nem mentegetőzöm, ma reggel semmi sem jött össze. Értem, de... Nem akartam késni a suriból. Igen, csak rossz az idő. Igen. Megmutatom, hogy miről beszélek. Hiszek magának. Az átlag sebessége... 80 km per óra volt. Az elején 110-zel ment. De azzal nem léptem túl a sebesség határt. Azt nem mondanám. De ott 110-zel lehet menni. Nem, 95-tel. 95-tel. És azt túllépte. A férfi elismerte, hogy tévedett. De Brian nem engedi el csak úgy. A tudtára adja, hogy mennyire veszélyesen vezetett. Ahogy kihajtott a lakótelepről, volt ön előtt egy furgon, rémlik? Nem. Tehát nem figyelt, kis híján belement hátulról, ekkor figyeltem fel magára. Aztán jött a körforgalom, és elébe vágott. Ő jobbra ment, én meg balra. Rákapcsolt a körforgalomban, éles kanyart vett Swindleby Village-nél, aztán átsodródott az út túloldalára, és úgy ment 150 métert. Azon a szakaszon ott szoktam menni, ha nincs más, mert rossz az út. Ismeri az utat, de... Rémálom az egész. Tisztában vagyok vele, hogy veszélyes. Láttam már ott megpördülni autókat. Értem. Oké, a körülmények miatt. Rendben. Az út állapotától függetlenül az a gond, hogy a sofőr gyorsan hajtott. Brian megbírságolta, és 6 büntetőpont került a jogosítványába. És van egy utolsó kérése a sofőrhöz. Kérem, a jövőben hajtson lassabban. Jó. Nekem is van gyerekem. Tudom, hogy milyen a reggeli kapkodás, de erre nincs mentség. Nincs. Rendben, köszönöm. Minden jót. Kisgyerekeket iskolába vinni önmagában nagy feladat, és mindig tovább tart, mint remélnénk. Aki ilyen menetre készül, mindig hagyjon rá elég időt. A belváros nagy nyüzsgésétől, a skegnesi napfényes, homokos tengerpartig, egy ilyen hatalmas megye, mint Lincolnshire, bővelkedik látnivalókban. De a szinte végtelen vidéki táj azoknak is vonzó lehet, akik el akarnak bújni a törvény elől. Hajnali 3:30 van, és a veterán Barry Peach Skegness határában járőrözik. Ebben az időben a lakosság nagy része még alszik, de Barry talált valakit, aki még nem ért haza. Sok autó parkol itt éjszakára. Ellenőrzöm őket, néhányról mindig kiderül, hogy eltűnt személyeké. De nem csak eltűnt személyek választják ezt a helyet. A kocsi műszakija tegnap lejárt. Biztosítása nincs. Úgy tűnik, hogy alszik benne valaki. Úgy látom, párás az ablak. Biztosítás és műszaki nélkül az álmos autólakónak van mit megmagyaráznia. Ahó! Rendőrség! Elnézést a zavarásért! Bocsánat. Magáé a kocsi? Tessék! Magáé a kocsi? Igen. Tegnap lejárt a műszakija. Igen? Igen. És kiderült, hogy nincs is biztosítva. Mondja a nevét. Michael. Michael? Rice. Rice. Uh-huh. Jó. Mikor állt meg itt Mr. Rice? 8-9 óra körül. Este? Értem. Volt pár gondja a rendőrséggel? Nem. Nem? Semmi. Van jogosítványa? Itt van valahol. Biztos? Igen. Ellenőrzöm az adatait. Az álmos sofőr azt állítja, hogy 6 órája van itt. És biztos abban, hogy van biztosítása. Csak hogy nem találja se a jogosítványát, se a személyét. És Barry szimata azt súgja, hogy itt valami nagyon nem stimmel. Innen csak 1 órányira van Lincoln. Skegnessben volt egy barátjánál, és inkább itt alszik, mint hogy visszamenjen. Fura. 6 óra szúnyókálás egy 1 órás úton, olyan, mint a téli álom. Központ, ellenőrizzetek nekem egy nevet. Ráadásul semmi sem igazolja, hogy a férfi az, akinek mondja magát.
A nyilvántartásban semmi nyoma. Barry Peach, 34 év szolgálat, kedvenc foci csapata Norwich City, ami bosszantja a hazugság. A 34-ből 14 évet nyomozóként töltött, így ha ki kell hámozni, hogy mi a mese és mi a tény, ő a legjobb. Mr. Rice, az ön nevén nincs jogosítvány. Viccel? Nem. Van másik vezeték neve? Nincs. Másik keresztneve? Nincs. Érdekes. Mivel semmilyen adat nincs ezzel a névvel és ezzel a születési dátummal, lefuttatja a címet. A lakcímére sincs jogosítvány regisztrálva. Nem találja? Nem. Mivel sem a sofőr, sem a jármű nem szerepel az adatbázisban, vagy a Marsról jött, vagy csak a bolondját járatja Barryvel. Mióta él Seal Close-ban? 2 éve. 2 éve? Értem. Korábbi lakcím? Nem emlékszem. Nem emlékszik, hol lakott 3 éve? Nem emlékszem. Miért nem? A lakcímét az ember nem felejti el. Én igen. Kizárt. Én igen. Ilyen nincs. Higgye már el. Azt állítja, hogy számtalan lakcíme volt már. Aztán, amikor végre eszébe jut egy, Barry talál egy M. Rice-t a nyilvántartásban. Csak hogy arra a lakcímre egy fehér Hyundai van bejegyezve, és nem egy zöld Citroen. Van másik autója? Nincs. Fehér Hyundai. Fehér Hyundai. Igen. Nincs. Volt fehér Hyundai-ja? Nem. Sosem volt fehér Hyundai-ja a nyilvántartásban regisztrálva? Soha. Soha? Soha. A sofőr kezdettől fogva össze-vissza beszél. Állandóan mást mond. Eladtam. Eladta? El. Akkor volt fehér Hyundai-ja? De Barry kitartóan keresi az igazságot, aminek kezd eredménye lenni. Megtud még valamit a fehér Hyundai-ról, amivel próbára teheti a sofőr állításait. Mikor kötött rá biztosítást? Több mint 2 éve. 2 éve? Igen. Mr. Rice, 2013. novemberében kötött rá biztosítást, kevesebb, mint 1/2 éve. Maga hazudik nekem. Valamit nagyon elhallgat előlem. Egyáltalán nem hazudok. Szerintem igen? Nem. Elkérhetem a tárcáját. Barry talál benne egy orvosi vényt. Ki az a Malcolm Shane Rice? A férfinak, akit így hívnak, bizony van rejtegetni valója. Bevallja, hogy ön Malcolm Shane Rice, és 2 éve más személynek adja ki magát. Mr. Rice, vége a játéknak. Beletelt egy kis időbe, mire kiderítettem, de vége van. Hála nyomozói készségeinek, nyakon csípett egy régóta körözött szemét. Letartóztatom a 2012-es Cornwall-i bírósági végzés megszegése miatt. Megérkezik egy másik egység, hogy bevigye a férfit. Hello. Aki nem iparkodik kiszállni a kocsiból. Szálljon ki! Kérem, szálljon ki! Szálljon ki! Mr. Rice, szálljon ki az autóból. Le van tartóztatva. Azt kell tennie, amit mondok. Nem jó megyét választott a felszívódásra. Ráadásul belebotlott egy alapos, hazugságot nem tűrő járőrbe. Köszönöm. A jármű gyors átvizsgálása felfedi, hogyan élt vissza mások adataival. 1000 font, 20-asokban. Itt van feltüntetve számtalan cím M. Rice névre. Olyan neveket választott, amik közel állnak a sajátjához, de ezek nem létező emberek. Már 20 alkalommal volt elítélve, egyszer rablásért is, és hamis tanúzásért. Hiába volt egy listányi hamis személyazonossága, Barryt nem tudta megtéveszteni. A szundikáló gyanúsított 4 hónap börtönt kapott, 1,5 évre felfüggesztve. Rőrök, amikor csak tudják, igyekeznek biztonságra tanítani a sofőröket saját és mások érdekében. De a balesetek elkerülhetetlenek. A következmények elhárítása pedig a rendőrök munkája is.
Este 10 óra. Suzy Ranyard járőrözik Bostonban. Most jött egy vészhívás. Baleset történt az úton, de a részletekről alig tudni valamit. Ilyen kevés információból nem tudom, mire számítsak. Két autó összeütközött, és van egy súlyos sérült. Mint a helyszínre elsőként érkező rendőr, Suzy átveszi az irányítást, és felméri a helyzetet. A mentők már ellátják az egyik sérültet. Az állapota valóban súlyosnak tűnik. Azt mondja, be volt kötve, de pont előre dőlt és beütötte az orrát. Értem. Nem volt becsatolva az öv, amikor jöttem. A narancssárga autó egyik utasa fejsérülést szenvedett, miután beverte a fejét a műszerfalba. De kérdéses, hogy be volt-e kötve? Mert úgy tűnik, hogy a sérülés elkerülhető lett volna. A kocsik úgy néznek ki, mintha roncsderbin futottak volna. Suzynak ki kell derítenie, hogyan történt a baleset, és esetlegesen kinek a hibájából. Ehhez ki kell hallgatnia a sofőröket. És arra eszméltem, hogy bum! De miközben a Peugeot vezető hölgy viszonylag nyugodtnak tűnik, a Punto sofőrje láthatóan reszket. Olyannyira, hogy amikor Suzy rámutat, hogy a módosított világítása illegális. Mi a gond? Ez tilos. Vegyem le. Igen. A reakciója enyhén szólva váratlan. Nem kell azonnal, majd leszereli nappal. Nem várok vele. Ha így halad, a mentőnek végül őt kell ellátnia a vágások miatt. Jó. A neve? Majd mondom. Egy másik járőr is kihallgatta őket, és úgy tűnik, ellentmondás van abban, hogy kivezette a Puntót. Zavarosak a vallomások. Talán meg kellene néznünk, hogy fogyasztottak-e alkoholt. Lehet, hogy ő ittas, ő meg józan. Jó. A biztonság kedvéért mindenkit megszondáztatnak. Fújjon bele. Elég. Mindenki negatív. Egyik férfi sem ivott, és a sofőr az a személy, aki azt állította magáról. Úgy tűnik, hogy véletlenül történt a baleset. De a Puntóban ülő fiatal lány csúnyán beütötte a fejét. Ezért kórházba kell szállítani. Habár Suzy szerint a sérülést elkerülhette volna. Azt mondta, be volt kötve és előre hajolt. Szerintem nem volt bekötve, ezért fejelte le a műszerfalat. Megvárom, amíg elszállítják a járművet. Az utasokért úton vannak ide a barátaik. Ha végeztem, megyek is tovább. Nem tudja bizonyítani, hogy a lány be volt-e kötve, de bárhogyan történt is, ez az eset is alátámasztja a biztonsági öv bekötésének fontosságát. Kora reggel van, és Suzy a kedvenc kocsijában járőrözik, a jelöletlen Audi S3-asban. De nem csak a hihetetlen sebesség és az eszméletlen szép külső kialakítás miatt ez a kedvence, hanem a jelöletlenség előnye miatt is, hogy így sokkal könnyebb elkapni a közúti bűnözőket. Láttam, hogy az előttem lévő jármű sofőrje mobilozik vezetés közben. Kitettem a villogót, hogy jelezzek neki, de szerintem nem látta. Egyszer meg is előzött, és rám is dudált. Most félreállítom, és elbeszélgetünk. Suzy Ranyard, 6 év szolgálat, álmai autója Audi R8-as, kedvenc kütyüje az iPad. Mielőtt rohamjárőr lett volna, polgárőr volt. Így már mindenféle kifogással találkozott. Suzy nem könnyű ellenfél. A sofőr nem csak mobilozott vezetés közben, de jól rá is dudált Suzyra, amikor megelőzte. És amint beül a kocsiba, több kifogást talál ki, mint egy iskolás, aki nem írta meg a leckéjét. Azt hittem, maga totojázik a forgalomban. Ha figyelt volna a villogomra... Azt hittem, sietek egy találkozóra. Kitettem a villogót, hogy lássa, itt a rendőrség. Nem tudtam, hogy rendőrautó. Persze, mert nem figyelt. De figyeltem, csak azt hittem, hogy lerobbant a kocsia. Meg akartam kérdezni, hogy segíthetek-e. Persze, kitettem a villogót. Hová? Nem láttam. Mert telefonált. Hiába a remek beszélőkéje. Suzy tudja, mit látott,
és vezetés közben kézbe venni a mobiltelefont az egyik legveszélyesebb szabálysértés. Még akkor is, ha ez a sofőr nem hajlandó bevallani. Most keltem fel, egész éjjel fent voltam, nem vagyok jól, várnak egy értekezletre, nem telefonáltam. Értem. Letettem a telefont, leesett a földre, felvettem, közben magamban beszéltem. De hogyha a földről vette fel, akkor miért tartotta a füléhez? Megnéztem, hogy nem esett-e baja, csöngött, leesett, de nem szóltam bele, magamban beszéltem. Gyakran beszélek magamban. Értem. Jó. Eddig is sokat beszélt. És még mindig állítja, hogy nem telefonált. Ha nem beszélt bele, és én most megnézném a telefont, akkor az derül neki, hogy igazat mondott? Csöngött, leesett, felvettem, és beleszóltam annyit, hogy nem beszélek vezetés közben. Csak felvettem, ennyi. Értem. Akkor tehát használta? Nem használtam, csöngött és leesett. Oké. Berezelve attól, hogy Suzy elkobozza és megvizsgálja a mobilt, a férfi bevallja, hogy tényleg jól látta, felvette a telefont. Használta? Nem használtam, csak felvettem, mert leesett. Oké. Felvettem és beleszóltam, hogy most nem tudok beszélni. Vezetek és sietek. Jó. Azt hiheti, hogy a kifogása életszerű, de ami Suzyt és a törvényt illeti, az ügy egyértelmű. Most kitöltök egy közúti szabálysértési űrlapot. Továbbítom a központnak, ahol eldöntik, mi legyen magával. Elképzelhető, hogy tanfolyamra kell járnia a biztonságos közlekedésről. Rendben? Ez az egyik lehetőség. A másik az, hogy bírságot és büntetőpontokat kap, vagy bíróság elé állítják. A három szankcióból az egyikre számíthat. Értem. Én ennél többet nem teszek. Ez az ön példánya. Olvassa el a tudnivalót a hátulján. Most szabadon távozhat. Köszönöm. Minden jót, viszlát. Viszlát. A heves vita ellenére a sofőrt végül a tanfolyamra utasították. Erre nincs mentség. Ha valaki kereste őt, ahogy állította, akkor hagyni kellett volna, vagy félrehúzódni. Erre nincs mentség. It's 17 óra 15 perc. Brian Conville műszakja a végéhez közeledik. De ahogy halad az A46-oson, kiszúr egy bajba jutott hölgyet. 15 év szolgálattal a háta mögött már minden félében volt része. A fontos személyek fuvarozásától kezdve a nagykutya bűnözők üldözéséig. Brian Conville álmai autója Jaguar XF káros szenvedélye csokis fánk. Soha sem hagyni egy ifjú hölgyet az út szélén. Lerobbant egy kocsi az A46-oson a délutáni csúcsforgalomban. Elkerítem a járművet, nem szeretném, ha a hölgynek baja esne. A csúcsforgalomban közlekedni sosem egyszerű. De ha bekerül a körbe egy lerobbant jármű, kész is a káosz. A járőr jól tudja, hogy mielőbb el kell kerítenie az autót. De első a biztonság. Autó elkerítve, és a vidám Brian örömmel segít. Jó napot! Van valami probléma? Mi történt? A hölgy már segítséget kért, és az apjával beszél telefonon. Beszélne az apámmal? Köszönöm. Hello? Dízeles? Igen. Biztos? Nem, talán nem. Talán nem. Villog a lámpa, de... Lehet, hogy csak kifogyott az üzemanyag. Visszaadom a lányának, megnézem, mit tehetek. Két másodperc, és megnézem. Köszönöm. Egy pillantás a műszerfalra, és nem jó hírekkel szolgál a hölgy édesapjának. Az a gond, hogy a benzin annyira kifogyott, hogy pár csepp van csak benne. Elszállíthatom a járművet, de az körülbelül 150-160 font lesz. A magas díj hallatán nem meglepő, hogy az apa azonnal útnak indul, egy kanna üzemanyaggal. Milyen gyorsan ér ide? Az a gond, hogy a két sávos autópályán van, és most már 17 óra 20 perc az idő. Nagyon veszélyes az autópályán várakozni. Köszönöm. Ne szálljon vissza, maradjon itt. Akkor is, ha esik, ne törődjön a hajával. Rendben van. A hölgy az út szélén áll, és Brian tudja, hogy egyes sofőrök teljesen félreérthetik a helyzetet.
Arra törekszik, hogy minden elhaladó autós az útra figyeljen. Miért bámulja meg mindenki a dolgot? Hihetetlen. Kellene egy tábla, hogy ne bámulj, csak menj. Gyerünk, menjenek már! Ez az. Végre megérkezik az apa. Ha tényleg csak az üzemanyag a gond, akkor hamarosan indulhatnak. Reménykedjünk. De a tankolás után a kocsi nem moccan. Akkor más gond is van. Talán valami a gyújtással, vagy az akkuval. Tényleg? Igen. Ez nem megy sehová. Fő a biztonság. Az autót el kell szállítani az útról. Sajnos el kell szállítatnom. Autómentőt kell hívni, és az apa kénytelen a zsebébe nyúlni. Szerencsére mindjárt itt vannak, és elmehetnek. A kocsi jó kezekben lesz. Holnap hazavihetik. Az autómentő úton van. Hamarosan helyreállhat a forgalom. Carl Warrenor rohamjárőr a helyszínre ér, átveszi az esetet, hogy a hölgyet biztonságban útnak indítsák. Brian végre befejezheti a műszakját. Kösz, hogy átveszed. Mentem. Viszlát reggel. A rohamjárőrök számára a közutak rendjének védelme nem csak járőrözésből áll. Időnként kisebb ellenőrzéseket hajtanak végre, például gyorshajtás, ittas vezetés, biztonsági öv elmulasztása miatt. Ma viszont biztosítás nélküli sofőrökre vadásznak. Mark Carlin vezeti a csapatot, amelynek tagjai egy másik egység által azonosított autókat állítanak meg. Lejjebb van egy egység, kiszúrja nekünk az autókat, mert most elég sűrű a forgalom. Rendszámfelismerővel rendelkeznek, és minden információt megküldenek nekünk. Úgy tűnik, a rohamjárőrök jó helyet választottak. Ma megnézem, hogy minden rendben van-e. A rendszámfelismerő kamera élesebben lát bármelyiküknél. Remek! Kérem a jogosítványát. Itt van a személye? Nincs. Nem tudom, hol van. Istenem. Van, amikor nincs mit ellenőrizni. Mondja meg neki, hogy a jogosítványát magánál kell hordania. Rendben? Jó utat. Viszlát. És van, hogy további ellenőrzés kell. Külföldi sofőr. Remélem, hogy minden rendben lesz. Miközben a sofőrt kihallgatja az egyik rohamjárőr, az őrmester az utasokhoz fordul. Van önnél személyi? Miért kéri? Mert látni akarom. Miért? Mert megtehetem. Kérlek, nézz utána a névnek. Miközben az őrmester a zöld Renault-val foglalkozik, Brian Conville leint egy Volkswagen borát, ami Lengyelországból jött Angliába. Sokszor ilyen ellenőrzés derít fényt arra, hogy a külföldi autó papírjai nincsenek rendben. Azt mondta, 3-4 hónapja vezet Angliában? Nem, 6-7 hónapja. 6 hónap? 7 hónap? Akkor most mennyi? Mióta vezeti a kocsit Angliában? Szabálytalan, ha a külföldi sofőr nem fizet adót, és nem regisztrálja az autóját, ha Angliába akar költözni, vagy fél évnél tovább marad. Mivel a Volkswagen sofőrje nem tudja megmondani, mióta van Angliában, vagy meddig marad, nem mehet sehová, amíg Brian utána nem jár. Jelen pillanatban a kocsija nem tartózkodhat Angliában. Érti? Igen. Megkérdeztem a határellenőröket, és kiderítjük, hogy mióta van itt. Szálljon át a kocsimba. Miközben Brian kihallgatja a tulajdonost, az őrmester felfedez valamit a zöld Renault-val kapcsolatban. Szombaton vásárolták, és hétvégén biztosítást kötöttek egy Winston nevű férfi nevére. Ezt állítja a sofőr. A legjobb barátja kötötte a biztosítást, és próbál minél jobban maszatolni a részletekkel. Ha kiderül, hogy csak lódít, ő is felelni fog bűnsegédként a biztosítás elmulasztásáért. Amíg Mark várja a biztosítás bizonyítékát,
Brian kideríti, hogy a bora már 9 hónapja Angliában van. Azonban a következő héten visszatér Lengyelországba. Ennek fényében Brian jóhiszeműen útjára bocsátja. De felírja a sofőr Lincolni címét, és ellátogat majd oda, hogy megbizonyosodjon, valóban elhagyta az országot. A Renault sofőrje már nem ilyen szerencsés. Nem került elő a biztosítás. Rákérdeztem a biztosítónál, és erről az autóról nem is hallottak. Most lefoglaljuk, és szép summába kerül a kiváltása. Ráadásul még most azonnal meg is bírságolom. 300 fontra. Az ilyen ellenőrzésekkel hatékonyan szorítható vissza a közúti bűnözés. A két férfi kénytelen gyalog hazamenni. Az utóbbi években a vidéki régiók a bűnelkövetés felkapott gócpontjai. Traktorokat és egyéb munkagépeket lopnak. Ez alól Lincolnshire sem kivétel, sőt, itt az egyik legnagyobb arányú a mezőgazdasági bűnözés. Nem meglepő, hogy a több százezer fontot érő ipari gépek népszerű célpontok. De a rohamjárőrök résen vannak. Kora reggel van, és egy rohamjárőr 160 km/órás sebességgel száguld az A1-esen. Egy lopott járművet üldöző egység után hajt. Ahogy közelebb kerül a kék villogókhoz, profi módon szlalomozik a forgalomban, és csatlakozik a rendőrautókhoz a lopott jármű nyomában. Mivel a gyanúsított már csak nevetséges 25-tel cammog, nem áll fenn a gyorshajtás veszélye. Mivel egy markolót lopott el, 32-nél gyorsabban nem is tud menni. Most egy zsákutcába hajt, és ez a csiga lassúságú hajsza véget is ér. Egy szerencsés lakost nehéz géppel ajándékoz meg, ugyanis a bejáratnál hagyja a markolót, majd a szomszéd kertjébe menekül. De nem tud elfutni. A rohamjárőrök villámgyorsan elkapják. Minősített lopással, biztosítás elmulasztásával és jogosítvány hiányával vádolták meg. Illegális szorgalmát 180 óra közmunkával és 15 hónap börtönnel jutalmazták 2 évre felfüggesztve. A lassú és a gyors hajsza egy dolog, de a rohamjárőrök munkája főleg annak tudatosítása a sofőrökben, hogy jelen vannak, szemmel tartják őket. A rendőri jelenlét hatásos elrettentés. Mindennél jobban tudja ezt Mark Carlin őrmester, aki az A1-esen ül egy BMW X5-ösben. Jól láthatóan járőrözünk. Nem mozdulunk. Északról mindenki látja a rendőrautót, amit megvilágítanak az utcai lámpák. És ha feltűnik valami, aminél intézkednünk kell, közbelépünk. Ahogy esteledik, Mark egy meglehetősen lomha járműre lesz figyelmes. Az őrmester megfordul, és a nyomába ered. A körzetünkben megszaporodtak a traktorlopások. Felfedeztem egyet. Ég minden lámpája. Kellene rá sárga villogójelzés, ha a strádán közlekedik, hogy az autósok lássák, hogy ez a jármű jóval strádasebesség alatt halad. Szóval, vagy egyszerűen nincs ilyenje, ami baj, vagy lopott. Az autósok többsége talán nem is tudja, hogy a villogó sárga jelzés nélkül közlekedő markoló mekkora veszély. Az őrmester szemében nem csak veszélyt, de bűntényt is jelenthet. Mivel mögé kerül, ellenőrzi, amit már távolról is tud. Egy markoló. Talán semmiség, 45-tel megy. Félreállítom. Remélem, hogy minden rendben van. Már is kiderül. Amíg a központ visszajelzésére vár, félreállítja a markolót, hogy miért nincs sárga villogója. Minden rendben? Igen. Jó, azért állítottam meg, mert a környéken sok a lopás. Értem. És nincs sárga villogója.
Tényleg. Elnézést. Pedig kellene. Jó. Megvan a sluszkulcs, ugye? Szuper. És van működő sárga villogó? Sárga villogó? Működő sárga villogó. Sajnálom, nincs. Nincs? De azt tudja, hogy az úton kell a megkülönböztető jelzés? Nem. Nem? Nem. Értem. Most kaptam meg a jogsimat. Minden lassan közlekedő munkagépnek kell a sárga villogó jelzés. Értem. Így nem közlekedhet. Értem. Már is utána nézek az adatainak, és visszajövök. Minden papírja rendben van. Köszönöm. A markolót bérbeadták, és a fiú egy faluba viszi 15 kilométerre. De Mark nem engedheti tovább a sárga villogó nélkül. Nem bírságolom meg. Jó, jó? Köszönöm. Ügyesen vezet, de ne feledje, ha az autópályán megy, sárga villogó nélkül nem indulhat el. Értem. Végül útjára engedi a fiatalembert néhány baráti tanáccsal. Van egy leágazás az út végén. Szinte rögtön a hotel után, amit úgy hívnak, hogy Halfway Hotel. Balra találja. Ha elért oda, térjen le, és ne menjen vissza az A1-esre. Ki kell kerülnie. A fiatal sofőr megtanulja a leckét. Eddig is elég lassan ment, de a mellékutakon még tovább fog tartani az útja. De a sárga villogó megléte még nem jelenti azt, hogy minden rendben. Ezt a targoncát egy építkezésről lopták el. A rohamjárőrök már 15 perce üldözik, ahogy veszélyesen manőverezik lakott területen. Bármilyen erősek is a rohamjárőrkocsik, nem egyszerű felvenni a versenyt a 10 tonnás nehézgéppel. Így a megfékezése nem éppen gyerekjáték. A frászt hozza a kutyasétáltatóra. De közeleg egy zsákutca, a járőröknek szerencséjük lesz. A targonca nem igazán terepjáró, bár a tolvaj azt hitte. Így négy kerék helyett gyalog menekül tovább. A sofőrt letartóztatták, és kiderült, hogy 70 rendőrségi ügye volt már. Most minősített lopással és engedély nélküli vezetéssel vádolták meg. 15 hónap börtönt kapott, és 2 évre eltiltották a vezetéstől, amelynek letelte után nehezített vizsgát köteles tenni. Habár targonca vezetés nem lesz benne.